Az ungvári 20-as számú iskola udvarán a város különböző iskolái gyűltek össze, hogy összemérjék erejüket a Szokil katonai hazafias játékban. Ma a Szokil, más néven Gyura nemzeti hazafias játéknak adunk otthont. Véleményem szerint napjainkban a legfontosabb dolog a nemzeti hazafias magatartás és a nemzeti öntudat ápolása. Hazánk jövőjét az ilyen fiatalok jelentik. Ha ők öntudatosak, akkor Ukrajna felvirágzik. Якщо вони будуть свідомі, то ми будемо розцвітати і Україна буде процвітати на весь світ. Слава Україні! Egy perces néma csenddel tisztelegtek azok előtt, akik Ukrajna védelméért áldozták életüket. Hasonló versenynek már korábban is otthont adott az ungvári 20-as számú iskola. Az ungvári városi tanács oktatási osztályának rendelete értelmében a versenyt a 20-as számú középiskolában tartjuk meg. Itt található az ungvári tanulók katonai előképző központja. Már negyedik alkalommal rendezzük meg itt. Háborúban állunk, és a katonai hazafias irányvonalra nem csak a 20-as iskolában, hanem mindenütt oda kell figyelni. A lakosságnak és a város összes intézményének részt kell vennie ezekben a tevékenységekben. A résztvevők 9 versenyszámra készültek, mondja Alexandra Vacsilja, a 20-as számú iskola szervező tanára. A városi szakaszban több versenyszámot is rendeznek. A katonai kiképzés magába foglalja a menetelést, a Kalasnyikov gépuska összeszerelését, a lövészetet és a gránátdobást. Vannak továbbá erőversenyek és történelmi teszt. A városi szakaszban 8 iskola vett részt. Nagyon jól felkészültünk, majd meglátják, a legnehezebb a menetelés volt, megterheli a lábat. Számomra a lövészet és a pisztoly újratöltése volt a legnehezebb. Felkészülés nélkül nem lehet idáig eljutni, legalább 5 edzést kell teljesíteni. Erős karra van szükség, és a technika is fontos. Honvédelem órán gyakoroltuk. A versenyeken nyújtott teljesítményt bírák értékelték, köztük tartalékos katonatisztek. A Szokol katonai hazafias játékvárosi szakaszának győztese az ungvári Líder Líceum csapata lett. Rövidesen sor kerül a járási, megyei, legvégül pedig az országos versenyre is.